Hát ez egy jó kérdés. 2017-ben csörgött a telefonom, és egy nagyon egyszerű, eldöntendő kérdés volt, hogy szeretném ezt csinálni, vagy nem. Mint kiderült, igennel válaszoltam, és valóban sokáig csináltam az aftermovikat, már nem ezzel foglalkozok. Hogy miért vágtam bele, mindig is szerettem a koncerteket, és egyszerűen, hogy mondjam, nagy királyság volt ezt csinálni. Figyelj, biztos vagyok benne, hogy tanulható maga a szakma, vannak erre iskolák is, de én nem gondolom azt, hogy egy iskola elvégzése hasonló szintre emel, mint hogyha valaki szívből és belülről jövő tehetséggel csinálja ezt. Erre kurva egyszerű a válasz, én nagyon szeretek alkotni, és ezekben a videoklippekben vagy aftermovikban ki tudom adni az érzéseimet. Ez régen meg is látszódott, tehát volt egy Lazarus vagy valami betegebb banda, akkor ott aztán tényleg bármit ki lehetett abból hozni, ami éppen a lelkiállapotomat tükrözte. Persze, Pierre Woodman az egyik kedvenc. Nem, viccelek. Mint videós, én Zsozi atyát tartom így nagyon szem előtt, és nagyon tisztelem a hozzáállását, de ezt már egy-két ilyen rádióinterjúban elmondtam. Maga a hozzáállása a dolgokhoz, az élethez, vagy akár a rajongókhoz, én azt mondom, hogy ezt így lehet csinálni, ahogy ő csinálja. Fú, azért Ricsi, ezek is jó kérdések. Hát figyelj, rengeteg minden műfajba szeretek számokat, és van, ami nem úgy szól, ahogy nekem tetszene. És erre régen voltak oldalak, ahol én multitrackbe lebírtad tölteni teljesen legálisan, és a saját ízlésedre tudtad formázni. Ez nagyon sokáig ment is, és a YouTube engedte is valami fair use-ra hivatkozva, ilyesmi. És én ott hagytam abba, amikor Bryan Adamsnek csináltam a Summer of 69 multitrack remasteredét, és először a kiadó engedte is, és rá két napra kaptam egy levelet, hogy ez vagy befejezzem, vagy pedig tiltják a csatornámat. Igen, mindenképpen azt mondom, hogy rajongó vagyok, de ez most lehet, hogy hülyén fog hangzani, én szakmai szemmel is nézem magát a produkciót, és valóban oda vagyok, rajongok Tillindem a munkásságáért, mind a verseiért, a szóló karrierje, vagy maga az egész Rammstein, ahogy fölépül egy show, erről is vagy talán később lesz szó. Ja, természetesen még általános iskolás voltam, és valahogy az interneten bukkantam rá a Puszi című számukra, és én teljesen így el voltam döbbenve, hogy mi ez. Hát figyelj, ez egy nagyon meleg téma, és mint rajongó én azt mondom, hogy amikor Lindemannról kiderültek dolgok, amik mint kiderült mégse igaz, minimálisan befolyásolta, tehát megijedtem, mondom, ez remélem, nagyon remélem, hogy ez nem igaz. Ez, hogy most Fléket is betalálták, én ezt teljes nonsensnek tartom, és egy egyértelmű Rammstein Council burkolódzik itt ki, tehát én ezt nem akarom már elhinni, hogy ez egy nagyon meleg sztori. Én azt mondom, hogy egy rajongó foglalkozzon a zenével, amit érzéseket kivált belőle. Ha ezen múlik, hogy most a média mit talál éppen ki, ami bizonyítottan nem igaz, akkor ez nem rajongó. Hát most jelenleg így Rammsteinnel kapcsolatban nincs témám, hiszen nemrég voltam a budapesti koncertjükön, és abból lett egy koncertbeszámoló. Én így új dologra nem hiszem, hogy most bármiről tudnék csinálni, esetleg, hogyha végre a német belügyminisztérium megállapít valamit, akkor arról mindenképpen lesz reakció.
Amúgy ez érdekes, mert nem tudatosan váltogatok meg újítok, hanem egyszer jön egy érzés, hogy de szeretném most ezt csinálni, de jó lenne most hozzányúlni ehhez, és tudom, hogy a csapongás az nem biztos, hogy a legjobb út, valamiért, ha nekem valami tetszik, akkor én abba bele fogok kezdeni. Nézővesztés, hát figyelj, eleve nincs egy ilyen hatalmas alaptáborom, ha jól emlékszek, szerintem 500-an nem követnek engem YouTube-on, tehát olyan hatalmas nézőbázissal nem rendelkezek. Ha videónként én már elérem a 150-et, akkor az már nagy szó, nem tartok ettől. Hát figyelj, ez egy olyan kérdés, amire én sem tudom a választ. Mindenre figyelek. Nézem a filmeket, sorozatokat, youtubereket, a szakmában kollégákat, és nem tudom, egyszerűen csak belülről jön, hogy most ezt így szeretném csinálni, most ezt úgy szeretném csinálni, erre nem tudok válaszolni. Kívül, figyelj! Ezek a napi vlogok, azt mondom, hogy tök jó lehet, de biztos, hogy nem. Tehát embertelen munka, azt kizártnak tartom. Na hát olyan van bőven, de a legfőképpen a rend videózástól vagyok ki, mint műfaj, tehát én annak egyáltalán nem látom értelmét, és nyilván nem én vagyok most a nagy megfejtő, de nálam rend videó biztos, hogy nem lesz. Biztos, hogy vannak érdekesek, meg biztos, hogy vannak jók, de bevallom töredelmesen, hogy lövésem nincs, én nem követem ezeket. Így erre így szintén nem tudok válaszolni. Hát ez is egy jó, figyelj, a saját cuccaim mellett ugye csinálom a te egész csatornádat, tehát kezelem az agyegyötöst, a ricskeszteket, ennek mind a feldolgozása, a minőségbeli megfelelés, aztán a Follow the Flow, Azaria, Jude Law, valamint a Well Hello zenekarnál vagyok beugrós fénytechnikus, fogalmazhatok így, ródolok másképp, mint téma. Aztán hát ugye Debrecenben vagyok a Campus Rádióban, hébe-hóba vagyok műsorban is, de főképp oda is én gyártam a videós tartalmakat. Hát a rövid távú terveim, én azt mondanám, hogy mindenképpen szeretnék elkapni valami olyan fonalat, amit normálisan, rendszeresen tudok csinálni, de hát az említett dolgok véget erre lehetetlen, nem látok esélyt. Hosszú távú terveim, hát nem tudom, hogy ezt tervnek nevezhetjük-e, de én mindenképpen szeretném, hogyha egy idő után a csatornám egy mérvadó csatorna lenne, és mint ahogy a tied is például, tehát megkerülhetetlen vagy a szakmába. Én nem azt mondom, hogy megkerülhetetlen szeretnék lenni, hanem hogy számítson a véleményem. Mert azt gondolom, hogy amit én mondok, az viszont tényleg úgy van. Tehát, hogyha valami szar a szar, és a muszájból vagy jó pofizásból én nem készítek semmit. Köszönöm, hogyha végignézted ezt a interjút. Ricsinek is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én Juhász Norbert vagyok, ez pedig itt a Backstage. Sziasztok!